Az idei év nagyon különleges évnek számít, több tekintetben, tehát akár az extrém időjárás, akár ez a pandémiás helyzet miatt. Ez az egész magyar gazdaság rányomta a bélyegét, hát közte van a mezőgazdaság is. Ilyenkor az agrárkutató intézeteknek mi a szerepük, mit tudnak ebben esetleg enyhíteni, milyen tanácsokat tudnak szolgálni a termelők számára, és az ő tevékenységüket hogyan érintette az egész helyzet? A legjobb tanács az, hogy éljék túl, hogy mi is túléljük ezt az egész dolgot. Viccet félretéve, természetesen nem egyszerű a feladat, ugye itt egyrészt a kutatási feladatok ellátása is folyamatos logisztikai háttert igényel, amit a pandémiás helyzet negatívan befolyásolt. Ugye másik lábunk idézőjelben a áruelőállítás, ami vetőmagok, illetve különböző szántóföldi vagy kertészeti termékek értékesítése során is nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ezek megfelelő időben történjenek. Látjuk azt a mostani helyzetben is, hogy például a vetőmagok kiszállítása, illetve a logisztikai láncban lévő csúszások problémákat okozhatnak, ezért mi is úgy készültünk, illetve készülünk, hogy megfelelő időben és megfelelő mennyiségben a partnerek rendelkezésére tudjunk állni. Nagyon-nagyon fontos, hogy betudjuk és bet is tartjuk nyilvánvalóan a pandémiás szabályokat, tehát itt gondolok arra, hogy a dolgozóink mindig a vírus helyzetnek megfelelő szabályok betartását megteszik, illetve el is várjuk tőlük. Ugyanakkor természetesen főleg az első időszakban azért elég jelentős munkaerőhiány alakult ki, mind a kutatásban, mind a termelésben. Mostani időszakra ez konszolidálódott, de nyilván ez a helyzet, ha nehogy Isten megismétlődik, sajnos hasonló problémákkal fogunk szembesülni. Az a szituáció, hogy tulajdonképpen a Debreceni Egyetem agrárkutató intézetek és hát a tankazdaság tulajdonképpen több telephelyen van, ez egy régiótól elfelel, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos tájegységnek a szereplői. Hogyan lehet ezt kezelni együttesen? Vagy erre a dologra előnyként tekintek, hogy a három eltérő agroökológiai körzetben lévő kutatóintézetünk azt gondolom, hogy az adaptációs nemesítés révén olyan növényfajokkal, fajtákkal tud foglalkozni, hogy Magyarországon egyedülálló. Természetesen egy egységes megjelenésre, egységes stratégiára, egységes kutatási portfólióra szükség van. Azt gondolom, hogy a kollégáimmal ezt már évek óta zökkönömentesen ki tudjuk alakítani, és működik is. Ugyanakkor még egyszer mondom, előnyünk az, hogy ezekben az agroökológiai régiókban önállóan, kvázi önállóan is meg tudunk jelenni a Debrecen Egyetem berkein belül, és azt gondolom, hogy ez a múlt, ami mögöttünk áll, predesztinál bennünket egy viszonylag stabil jövőre. Látjuk a fajtáink forgalmán, illetve az eredményeink gyakorlatba ültetésén, hogy igény van erre a tevékenységre, és azt gondolom, hogy a jövőben is ugyanebben a rendszerben tovább tudunk működni. Itt vagyunk a 29. Farm Expo-n, lényegében hazai pálya, tehát a Debreceni Egyetem révén ez egyértelműen az intézménynek, és látjuk, hogy a szántóföldtől kezdve a zöldség gyümölcsön át minden megtalálható, már csak egy bőségszaruk kellene, hogy keretek közé szólítsa ezt. Mit lehetne kiemelni az idei kiállításról, tulajdonképpen az agrárkutató intézetek területéről? Ha most végignézünk a standon, akkor láthatjuk, hogy elég komoly gyümölcsfelhozatalunk van. A Debreceni Tangazdasági és Tájékoztató Intézet azt gondolom a térségben egyedülálló gyümölcs portfólióval rendelkezik. Ezeket itt bemutatjuk, és lehetőség van ezeket szed magad akcióban például szedni és megvásárolni. Ez egy elég népszerű kezdeményezés, az elmúlt időszakban igen jelentős lett ez a forgalom, illetve nagy az érdeklődés ez iránt. Ugye a kutatóintézeteink piaci szerepe elsősorban a vetőmagokban csúcsosodik ki, mind a karcegi, mind a nyíregyházi kutatóintézet egy egész komoly speciális fajta portfólióval rendelkezik. Ezeket évről évre a kiállításokon megmutatjuk, és illetve a gazdák számára elérhetővé tesszük, illetve az információkat például itt is, ezen a helyen is igyekszünk minél nagyobb mértékben átadni, hogy a fajta választás során mellettünk döntsenek a különböző növényfajok esetén.